Sziasztok! Itt vagyunk Kovács Ági műhelyében, akivel egy izgalmas beszélgetést hallhattok. Szia! Szia! Mesélj egy picit arról, hogy hogy jött az életedbe a divat, illetve a tervezés. Hát már kiskorom óta így elég tudatos volt, hogy valamilyen művészeti tevékenységet fogok folytatni. Valójában a középiskolában indult, tehát Pécsre jártam a művészeti szakközépbe, ott textil szakos voltam. Ott 4 évem a szövésről szól gyakorlatilag, megrajzoltunk, tehát az alapokat nagyon erősen megkaptuk, amit még most is hasznosítok egyébként, és aztán jött a MOME. Ott pedig már első év után kiderült, hogy bőrszak lesz. Úgyhogy kiegészítőkkel fogok foglalkozni, és valójában azóta kiderült, hogy 2 déd szülőm is bőrrel foglalkozott, az egyik cipész volt, a másik pedig szígyártó, úgyhogy egy utólag kiderült, hogy van egy ilyen családi vonatkozása is a szakmának. Ugye a fő profil az a táskákra orientálódik. Miért pont a táskák? Megfogalmaztad már? Nem fogalmaztam még meg, de talán a formai szabadság miatt. Tehát a cipő is nagyon tetszik, meg próbálkoztam, tehát ilyen formai kísérletek voltak, meg az egyetemen is volt ilyen cipős fél évünk, viszont ott van egy kaptafa, amire dolgozni kell, a táskánál viszont ez nincs. Tehát sokkal szabadabb ilyen módon. Úgyhogy a táska az, ami, illetve kisebb kiegészítők, nyaklánc, ékszer, amit meg is szoktam készíteni. Hogyha meg kellene fogalmazni a stílusodat, akkor mit mondanál? Hát mindenképpen egy letisztult stílusról beszélünk, kifinomult részletekkel. Tehát alapvetően egy ilyen sok táskám ilyen gesztusszerű szerintem, tehát mindegyik egy labból van kihajtva, és ezáltal egy nagyon markáns és karakteres formavilágot hoznak létre, és mindig van valami plusz kis csavar, vagy egy olyan felépítési mód, amitől más lesz, mint egy labtáska. Honnan jönnek az ötletek, az inspiráció? Hogyan születnek a darabok? Nagyon sok inspirációt merítek az építészetből, tehát van például több japáni építészeti ihletettségű kollekcióm, vagy a hidakból merítek például. Tehát, hogy mindig van valami olyan csomópont, ami így inspirálja a felépítési módszereket. Tehát valójában egy ilyen kísérletezés minden kollekcióm, ami a végén egy csomópontra fókuszál, és ebből készülnek el gyakorlatilag a kollekciódarabok. És mesélj egy picit az aktuális kollekciódról. Mi jellemzi most ezeket a darabokat? A membrán kollekció az egy piciben másabb, mint az eddigiek, mivel puhább az alapanyag, tehát eddig minden táskán viszonylag merev volt, ez viszont egy puha és egy nappa és egy velúr bőrtársításából jött létre. Tehát egy ilyen anyagváltás is történik, ami szintén így újdonság, és a táskatest alapvetően egy puha bőrből készült, az oldala viszont merevített, és ettől olyan a formája, amilyen. Illetve a pántjai egy forgatható pántok, amitől 2 funkciósá válnak a termékek. Ugye nagyon sok helyen megvásárolhatók a darabjaid, viszont nemrég nem csak ugye a új kollekcióban gyönyörködhetünk, hanem egy teljesen új helyen, már egy önálló helyen is találkozhatnak veled azok a vásárlók, akik érdeklődnek, hogy jött a műhely nyitás ötlete, meg egyáltalán ez az egész. Már régóta tervben volt egy saját műhely nyitás, viszont ez most jött össze, és valójában itt dolgozom, tehát itt telnek a mindennapjaim, úgyhogy a műhely hangulat azért az elég jellemző a helyre, viszont egy showroom része is van, úgyhogy most már tudunk itt megrendelőket fogadni, illetve kicsit talán betekintést nyerhetnek az Ágnes Kovács táskák készítésének a folyamatába. Mik a későbbi tervek? Hát folyamatosan dolgozunk a külföldi terjeszkedésen, valójában nagyon jók a visszajelzések, tehát a fő célunk az USA, illetve az ázsiai országok,
már különböző üzletekben megtalálhatóak vagyunk, viszont ezen dolgozunk, hogy ez minél szélesebb körben megvalósulhasson. Köszönöm szépen, sok sikert! Köszönöm!